Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autórum YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Mostanság sokan tapasztalhattátok, hogy hiába ütjük be a vészben a kívánt desztinációt, valahogy nem képes autópályára vinni minket, vagy ha föl is visz, akkor utána le is hoz minket azonnal. Egyébként is van már probléma egy kicsit a vézzel, sokan panaszkodnak arra, hogy sajnos nem olyan korrekt a navigáció, és nagyon hülye utakra viszi az embereket, én is tapasztaltam ezt, néha már-már a Google Maps-et használom inkább helyette. Na de mit kell tennünk ahhoz, hogy tudjunk autópályán közlekedni? Először természetesen valamilyen gépjárműre van szükség, amivel felhajthatunk az autópályára, hogyha pedig ez adott, akkor meg kell nyitni a Waze navigációt, majd rákattintani a bal alsó sarokban lévő nagyító ikonra. Előbukkan a menü, ami a navigációs szükséges szolgáltatásokat tartalmazza, és bal felül megjelenik a fogaskerék ikon, amire újfent rá kell böknünk ahhoz, hogy a beállításokba jussunk. Ha mindez megtörtént, akkor láthatjuk, hogy a vezetési beállításoknál ott van a matricák és engedélyek menüpont. Itt lehet kiválasztani azokat a matricákat, amelyek rendelkezésünkre állnak. Legyen az mondjuk egy Csongrád megyei matrica, egy Bács-Kiskun megyei matrica, egy éves matrica, országos matrica, külföldi matrica. Igazából minden engedélyt ki kell egyesével választani, hogyha valaki külföldi útra tervez menni, és nem teszi ezt meg, akkor mondjuk Németországban, vagy Ausztriában, vagy más helyeken is képes lesz levinni innen az autópályáról minket a Waze. A másik, amit ugyanígy be kell állítani, a beállítások menüpontban található, méghozzá a navigáció. Itt is a fizetős kapus utak elkerülését mindenképpen ki kell kapcsolni, valamint ennél a menüpontnál is konfigurálni lehet a matricákat és az engedélyeket. Nyilván ez egy egyszerű megoldás, de ettől függetlenül hasznos és muszáj, hiszen enélkül a Waze nem fog minket a leggyorsabb útvonalon tervezni, hogyha autópálya is van az egyik és a másik végpont között. Hát ennyi volt tehát, amit meg kell tennünk ahhoz a Waze-ben, hogy autópályán is navigáljunk. Ha tetszett és hasznos volt a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!